Köszöntöm a Kölcsey Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Három gólos vezetéstől szenvedett vereséget a kisvárdai futballcsapat. Hazai pályán a Pécs ellen kezdik az alsóházi rájátszást a kékcápák. Alapszakasz győztesként a négyes döntőt célozza meg a Sunshine Jigse. Megszerezte 13. bajnoki győzelmét a nyíregyházi kosársuli. Három gólos vezetésről két gólos vereséget szenvedett Székesfehérvárnak a kisvárdai futballcsapat. Erős Gábor együttese az NB1 26. fordulójában 5-3-nak kapott ki a MOL Fehérvár FC-től. A fehérvári meccs kapcsán adódik a kérdés, ugye játékosként, edzőként több száz meccs van mögötted. Emlékszel valaha ilyen forgatókönyvre? Azt hiszem, hogy nem, vagy nagyon-nagyon vissza kellene kutatnom a lejátszott mérkőzések között, de nem igazán van ilyen az emlékeimben. Hogy egyáltalán az, hogy 3-0-as győzelemről lett volna egy 5-3-as vereség, vagy egyáltalán egy olyan, hogy 10 perc után 3-0-as győzelem, tehát elég-elég messzire kéne visszamenni, de még egyszer mondom, nem igazán van az emlékeim között ilyen. Gyakorlatilag az első három lövésből gól született. Mit érez egy edző ilyenkor a kispadnál? Azt mondja, hogy így megy végig, aztán egy nagy gólarányú győzelem lesz, vagy pedig benne van, hogy ez így biztos, hogy nem megy tovább, és még hátra van 80 perc a mérkőzésben. Melyik érzés volt az erősebb benned? Nagyon örültem természetesen, hogy így kezdtük a mérkőzést, hiszen ezt beszéltük meg, hogy szeretnénk meglepni a Fehérvárt, hogy nehogy azt gondolják, hogy mi telegatyával fogunk fellépni a Sóstói stadionban, és ezt úgy érzem, hogy sikerült is. A problémát az jelentette, én 3-0 után is kiabáltam, hogy még nincs ez a mérkőzés megnyerve. A problémát az jelentette, hogy amilyen gyorsan megszereztük az előnyünket, sajnos szinte ugyanolyan gyorsan is visszahoztuk a mérkőzésbe a Fehérvárt, hiszen hatalmas egyéni hibákat követtünk el a gólok előtt, és ez meg is bosszulta magát, hiszen 3 vagy 4 perc alatt ugye visszajött a Fehérvár a mérkőzésbe, 3-2 lett hirtelen, sőt volt nekik egy meg nem adott gól, ami nagyon minimális lesálláson múlott. Úgyhogy ez volt a nagy probléma, hogy tényleg nagyon-nagyon hamar, tehát ha kibírtunk volna a 3-0-as előny után egy 10-15 percet, akkor azt mondom, hogy lehet, hogy lecsorgott volna szépen a mérkőzés, és egy teljesen más forgatókönyv lett volna, de ebben a formátumban, amúgy az előbb említettem, hogy 3-4 perc leforgás alatt kaptunk 2 gólt, innentől pedig már a lélektani előny, az az igazság, hogy a Fehérvárnál volt, bár megőriztük az előnyünket a félidőig. Én a harmadik góljukat azt egy picit úgy éreztem, hogy semmiből jött, az ott előtt nem voltak olyan szituációk, hogy most alakították volna ki folyamatosan a helyzetet, de ez tény, és ezt el kell ismerni, hogy tettek azért, hogy megnyerjék ezt a mérkőzést, és sajnos nekünk nagyon ki kell majd elemeznünk ezeket a hibáinkat, hiszen a nagy része, még egyszer mondom, az nagyon súlyos egyéni hiba, amit természetesen javítani és orvosolni kell. Ez is egy mérkőzés volt, 3 pontot veszített a csapat, az ellenfél szerzett 3 pontot, vannak még meccsek bőven hátra. Azon kívül, hogy kielemzitek a tanulságokat, a mérkőzést, mi a legfontosabb a héten, mivel fogsz foglalkozni? Természetesen ezeket ki fogjuk elemezni, és megnézzük a hibáinkat, amiket elkövettünk, de ami a legfontosabb, hogy most kell majd megmutatni, hogy valójában milyen sportemberek vagyunk, mert nem arról beszélünk, hogy elveszítettünk egy mérkőzést. Én azt gondolom, hogy Fehérváron ki lehet egyébként kapni, csak nem ebben a formátumban. Tehát, hogyha azt mondják, hogy kikapsz Fehérváron, játsz egy jó mérkőzés, szerintem az benne van a pakliból, de az, hogy 12 perc után vezet 3-0-ra, és 3-0-ról 5-3-ra. Itt azért halkan megjegyezném, és ami nekünk egy picit duplán fájó, nem is picit, hogy a kiállítás és a 11-es az én számomra erősen véleményes. De a nagyobb probléma a kiállítás, hiszen eddig sem voltunk sokan, most megint elveszítettünk egy belső védőt, tehát igazából ez nem segített, és még egyszer mondom, soha nem szoktam játékvezetővel semmivel sem foglalkozni. Ez nekem nagyon véleményes szituáció volt. Az én meglátásom szerint a Petriák az, aki a Kravchenko térdébe beleakasztja a lábát, és úgy esnek el egyszerre mind a ketten, tehát amennyire volt 11-es, annyira lehetett volna kifele szabadrugás is, de még egyszer mondom, tehát itt, amit az elején hangsúlyoztam, azt kell megmutatni, hogy milyen sportemberek vagyunk, hiszen hátra van még 7 mérkőzés, és azt, amit eddig felépítettünk, azt nem bólhatjunk le, mint egy kártyavárat. Jön a következő feladat, és a hibák elemzése és javítása után csak a mezőkövesdi mérkőzésre kell majd koncentrálni.
A forduló további eredményei a következők: Mezőkövesd Gyirmót 1-0, Debrecen Zalaegerszeg 0-0, Budapest Honvéd Paks 1-1, Újpest MTK 2-0 és Puskás Akadémia Ferencváros 2-2. A tabella élén a Ferencváros áll 53 ponttal, megelőzve a 46 pontos Puskás Akadémiát és a 45 pontos Kisvárdát. A Kisvárda szombaton a 10. Mezőkövesdet fogadja. Kezdődik az alsóházi rájátszás a férfi kosárlabda NB1-ben. A Hübner Nyíregyháza Blúság szombaton 18 órai kezdett el, a Pécset fogadja a Continental Arénában. Mielőtt a bajnoki folytatásról beszélnénk, egy néhány szót a Magyar Kupáról. Egy meccs jutott a cápáknak Debrecenben. Ennyi volt ebben a mostani kupa döntőben? Igen, úgy érzem, hogy nem nyújtottunk azt a teljesítményt, ami többet predesztinált volna minket. Sajnos itt a CJ hiánya miatt kicsit át kellett szervezni a csapatot, és úgy érzem, hogy az akarással nem volt gond, viszont kicsit görcsösségbe csapott, tehát hiszen mindenki többet akart beletenni, és sok olyan elemi hibát vétettek, tehát kiesett a kezünkből a labda, üres zicsert kihagytunk, ami több játékos is, tehát úgy gondolom, hogy globálisan csapatszinten sajnos ennyi volt benne. Szeretnénk megköszönni a szurkolók támogatását, hiszen nagyon sokan eljöttek az első mérkőzésünkre. Sajnálom, hogy olyan minőségben ezt nem tudtuk meghálálni, de arra azért büszkék vagyunk, hogy ott tudtunk lenni. Ha pozitívumot kell keresni a kupa döntőben, talán az lehet, hogy egy meccset játszott a csapat, nem hármat, és egy picit pihentebben vághat neki a rájátszásnak. Milyen állapotban van az együttes, milyen állapotban vannak a játékosok, mint fizikálisan, mint mentálisan? Ha esetleg tovább mentünk volna, akkor az mentálisan adott volna egy nagy pluszt, viszont fizikálisan kivett volna belőlünk, így talán egy kicsikét fordítva van. De úgy gondolom, hogy a csapat megértette a helyzetet, és abszolút jól telt eddig a hét. Reméljük, ez így is marad, és így tud nekivágni a szombati mérkőzés sorozatnak. Játékban kell egyáltalán, vagy lehet-e még ilyenkor valamit változtatni, finomítani, hiszen minden ellenféle játszottunk már kétszer, úgyhogy lehet azt mondani, hogy ismeri egymást minden csapat. Igen, talán apróságokat lehet, tehát egy-egy ilyen speciális szituációra lehet készülni támadásban és védekezésben is, de igazából olyan nagy család ilyenkor már a csapathoz nem lehet hozzátenni. Mondom, apró húzások játékostól és edzőtől is, ilyeneket beleférhetnek. Az első két mérkőzés hazai pályán játsz a csapat, a Pécsel kezdünk szombaton. Azt szokták mondani, hogy valaki akar egy ilyen idegenben talán az első meccsen a legkönnyebb, vagy akkor lehet meglepni az ellenfelet. Mi hogy készülünk erre a meccsre? Mind a hat mérkőzés élethalál lesz, tehát kevés előnyünk van, Zalaegerszegnek is kevés előnye van, és benne van az, hogy igaz, nekünk hazai pálya, tehát nyerni kell, viszont a Pécs is ilyenkor akarja borítani úgymond egy kicsikét a várakozásokat. Nem gondolom, hogy egyik vagy másik meccs külön lenne, itt élethalál meccs lesz, tehát úgy gondolom, hogy igaz, hogy kezdődik a felsőház, de most a kosárlabda szempontjából a felsőház lesz egy kicsikét a háttérbe szorulva, hiszen lent lesz a nagyon nagy harc, illetve a középházban, hogy ki fog a play-offba jutni. Most ezek a következő hónapban ezek lesznek az élet-halál mérkőzések. A bajnokság előtt újabb csapatként a biztos bennmaradás volt a célkitűzés. Végül az alsóházi rájátszásban folytatja a csapat 9 győzelemmel. Időarányosan vagy az eddigi teljesítményt tekintve hogyan állunk, hiszen lehet azt mondani, egy kosáron vagy néhányszor egy kosáron múlott az, hogy nem lett meg a 10. hely, ami már a biztos bennmaradás jelenteni. Kicsit kettős érzéseim vannak, hiszen bármilyen újonc csapat azt gondolom, hogy 9 győzelmet előre elfogadna, hiszen az utóbbi éveket végignézve 1-2-3-4 győzelemekkel végeztek az alapszakaszban a frissen feljutók, talán egy kivételtől eltekintve. Viszont évelején mi azt nagyjából azért kiszámoltuk a szakmai stábban, hogy az a 10 az a bűvös szám, amivel talán már lehetnek olyan esélyeink, hogy elkerüljük az alsóházat. Hát idén ez 11, úgyhogy látszik, hogy mennyire kiegyenlített és komoly bajnokság az idei is. Tulajdonképpen amúgy egy győzelmen, vagy egy mérkőzésen múlnak az alsó-felső középházas helyezések. Így volt ez velünk is. Sajnálom, hogy nem sikerült, de most már teljes erővel azon készülünk, hogy az alsóházban egy kis előnnyel indulva, de könnyen bent tudjunk maradni az első ligában. 6 mérkőzés játszik a csapat, és ugye ezek a meccsek duplán számítanak, hiszen nem csak egy győzelmet szerzel, hanem elvesz egy győzelmet a közvetlen riválistól. Van-e ilyenkor valamilyen szintű vezetői plusz motivációval szükség? Lehet, hogy lehet ilyenkor azért egy kicsit pluszt rakni még, semmiképp nem terhet. Volt a héten mind a szakmai stábban, mind a játékosokkal egy kis beszélgetésünk, ami tényleg nem arról szólt, hogy még jobban súlykoljuk, hogy mennyire fontos ez, hanem azt, hogy mik azok a nüansznyi dolgok, amiben mi tudunk egymásnak segíteni, én a játékosoknak, vagy a szakmai stáb a játékosoknak, vagy fordítva. Nem lesz egyszerű, nyilván visszük magunkkal az alapszakaszbeli eredményeket, úgyhogy minden mérkőzésnek tényleg dupla értéke van, tekintve, hogy mi az első két mérkőzést hazai pályán játsszuk. Úgyhogy ha megvan, akkor ez egy nagyon-nagyon jó kezdés volna.
A hétvégén kezdődik a rájátszás a férfi kosárlabda NB2-ben. A keleti csoportban alapszakasz győztes Sunshine Jigse vasárnap 17:30-kor a Deac 2 ellenlép pályára a Bánki csarnokában. Az alapszakasz kezdet előtt az élmezőny elérése minél jobb szereplés volt a célkitűzés, végül 21 győzelmi és egy vereséggel zárta az alapszakaszt a Sunshine Jigse. Lehet azt mondani, hogy ez a szereplés egy picit még a várakozás fölött is van? Én azt gondolom, hogy igen. Hagyj kezdjem a legelejéről. Utóbbi években talán mindig azzal kezdem, hogy legfontosabb törekvésünk az, hogy életben maradjon a csapat. Itt elsősorban arra gondolok, hogy a játékosoknak az elmenetele, jövetele, hogy teszi lehetővé, hogy milyen szereplésben bízhatunk. Az természetes, hogy továbbtanulások vagy munkahelyváltoztatások miatt vannak változások a csapatunkban. Nehezen kezdtünk hozzá, kicsit bizonytalan volt a kezdetünk ilyen formában, de mint ahogy az elmúlt években, most az idén is azért voltak érkezőink, menet közben is, és egy olyan csapat alakult ki, akik vérmes reményekkel, és azt gondolom, hogy reálisan az elsők között szerepelhet a bajnokságban, és erre bizonyíték az, hogy a keleti régiót megnyertük az alapszakaszban. Korábban beszélgettünk arról, hogy 3-4 csapat kiemelkedik ebből a csoportból, köztük a Sunshine Jigse is, viszont mindössze egy nagyon szűk vereség volt az alapszakaszban, Békéscsabán, amelyre egy 40 pontos győzelemmel vágott vissza a csapat. Lehet azt mondani, hogy a Nyíregyház együttes egy picit még a Békéscsabán, a Szolnoknál, de az 2-nél is jobban kiemelkedett ebből a mezőnyből. Igen, amellett, hogy készülünk természetesen a csapatokból, megvan a csapatunknak egy megfelelő taktikai repertoárja a szerkezetünkhöz, a játékosok képességeihez mérten, viszont ahogy az előbb elhangzott, hogy a békéscsabai vereség és az itteni nagy különbségű győzelem mellett mi maximálisan abban bízunk, hogy megfelelő szerénységgel álljunk a győzelmek mellé, nehogy elbizakodottak legyünk, mert csak így tudunk a következőkben jobb eredményt elérni. Talán az a fajta következetes munka, az a fajta agresszivitás, ami Bráne Szavics iránymutatásával, példamutatásával a csapatban meghonosult, ez az utóbbi fordulókban teljes mértékben bizonyságot vett, és talán ennek is tudható be, hogy aránylag magabiztosan vertük meg a Debrecen és a Szolnok együttesét is, és nem beszélve a közvetlen vetítás Békés Csabát is. Tehát még ez csak az eleje a fordulóknak, még akkor is, hogyha 22 forduló zajlott az alapszakaszból, a lényeg most következik. Mégpedig egy rájátszás, ugye 4 csapat került a felsőházba, a Nyíregyházi együttes mellett a Deac 2, a Békés Csaba és a Szolnok 2, oda-vissza egy-egy kört játszik mindenki mindenkivel. Ezek az eredmények már duplán számítanak, mi a célkitűzés erre a 6 meccsre? Természetesen az, hogy ezt a pozíciónkat megőrizzük. Az alapszakasz végén, a múlt héten volt egy csapat összejövetel, ahol megdicsértük a fiúkat, hogy az a fajta összetartás, amit esetlegesen egy csapat évzáron vagy részévzáron tudnak tanúsítani, az a fajta egymásba való bízás, az a fajta egymásért való munkálkodás, az a pályán, ha megnyilvánul, azzal maximálisan tudunk még hozzátenni a játékerőnkhöz. Természetesen ezt a pozíciót úgy szeretnénk megtartani, hogy azt az ambíciót és azt a fajta lendületet, amit az utóbbi fordulóban produkáltunk, és elsősorban védekezésben, azt tovább tudjuk venni. Mert én maximálisan azt látom, hogy ez a csapat képes arra, és ez bebizonyította a pályán, hogy ilyenfajta összefogással és ezzel a játékstílussal eredményesek tudunk lenni, és most már kimondottan is mondhatom azt, hogy célunk az országos 4 közé jutás, a nagy döntőbe jutás. Nem könnyű az út odáig, hiszen ebből a csapatból 2 csapat megy tovább, másik 3-ból másik 6 együttes, aztán egy oda-vissza pár lasz után alakul ki a 4-es döntő, ahonnan egy csapat jut majd fel az NB1-ben zöld csoportjába. Tekintetek addig előre? Én azt gondolom, hogy igen. Talán álszerénység lenne azt mondani, hogy nem. Mindig a következő meccsre szoktak általában az edző kollégák koncentrálni. Lényegében mi is így vagyunk, de ha már az eddigi szereplés feljogosíthat bennünket arra, hogy egy picit merészebben tervezzünk, és elsősorban abban, hogy az eddigi nyújtott teljesítményünk és az
talán a játékos keretünk is, és az elszántságunk is feljogosít arra bennünket, hogy merészebb célokat tűzzünk ki. Úgyhogy igen, bízakodunk abban, hogy a végjátékban is ott lehetünk. Akkor tekintsünk most előre a következő meccsre, mikor és ki ellen, hol kezdődik a rájátszás. A következő időszakban, április-májusban azért ünnepek, és gondolok a húsvétra, és április végén, május elején a ballagások, illetve az érettségik azért nagyban befolyásolják a csapatok szereplését. Bizonyos szempontból az a forgatókönyv, amit a Kosárlabda Szövetség kiadott, az részben borult ezek miatt. A változások miatt három hazai mérkőzéssel kezdünk, és a következő három mérkőzésünk idegenben lesz. Most vasárnap Bánkiban kezdünk a Debrecen ellen, a következő hét csütörtökön pedig szintén a Bánkiban a Szolnok ellen. Még ehhez hajragadja meg, mint ahogy azért a csapatok is nagyon-nagyon örülnek a biztatásnak, és az utóbbi mérkőzéseken nagyon sok néző tette tiszteletét a csapatunk mérkőzésére. Nagyon nagy szeretettel várjuk az utánpótlás játékosainkat, szüleiket és az érdeklődőket a mérkőzésre, mert nagy szükség van rá. Megszerezte 13. bajnoki győzelmét a nyíregyházi kosársuli Farsosinszki Gyuláni együttese, Szegeden nyert 60-37-re. Amikor Szegedre megyünk, akkor azt mindig tudni kell, hogy a hazai pályán a Szeged egy egészen más ritmusban, stílusban kosárlabdázik, hogy eleve itt a területek és területek közti játékvezető felfogásban is vannak azért különbségek, és ott ő azért egy igencsak agresszív, kemény kosárlabdát játszik, amit én úgy gondolom az első percben kezdve sikerült most nekünk is ezt a ritmust fölvennünk, tehát a lányok egy olyan keménységgel álltak oda, és olyan jó fölfogásban. Az igazság, hogy gyakoroltunk már egy ideje egy új zónavédekezési formát, amit próbáltunk már alkalmazni más mérkőzésen is, de Isten igazából nem működött. Tehát most megpróbáltuk újra elővenni, és ámlás csodát ezen a mérkőzésen kimondottan jól sikerült ezeket a feladatokat megoldanunk, és nem nagyon találta az ellenszerét ennek a védekezésnek az ellenfél, mi pedig a támadó játékunkat jól tudtuk szervezni, tehát hál' Istennek erősek voltunk most palánk alatt is, tehát a két magas emberünk bírta a gyűrődést, tehát az ütközést, és a kis embereink is, tehát olyan ritmusban és lendületben hozták fel a labdát, tehát egész más támadás ellen is, kimondottan látványos és szép támadásokat vezettünk, ami hál' Istennek eredményes is volt, mert aránylag jó százalékban is dolgoztunk. Valamikor a kosárlabdát érintés nélküli sportágnak nevezték, ma már ez messze nincs így, de ezen a szinten is már szükséges a megfelelő keménység. Az igazság, hogy én azt hittem, hogy itt lehet akár utánpótlásban is kicsikét finomabb kosárlabdát játszani, de rá kell jöjjünk, hogy itt a fizikalitás egyre inkább előtérbe kerül, és azok a csapatok, akik fizikálisan föl tudják venni a versenyt, és ehhez még egy olyan technikai és taktikai tudás is társul, amit ugye az évek alatt megszereztek, azok a csapatok vannak most szerintem előtérben, és azok a csapatok tudnak most mérkőzéseket nyerni. Hál' Isten ennek a mi játékosunk azért, én úgy gondolom, hogy jól felkészített játékosok, tehát itt azért azzal, hogy itt nekünk is van egy héten kétszer egy olyan fizikális jellegű edzés, ami elkerülhetetlen ahhoz, hogy ezek a lányok tényleg a talpon tudnak maradni. Tehát az nem mindegy az, hogyha jön egy ütközés akár oldalról, akár hátulról, és abból nem hasoncsúszva közlekedünk, hanem talpon maradtunk, és ezzel együtt még be is tudtuk dobni a kosarat, az egy óriási dolog. Tehát én úgy gondolom, hogy most ezt az egészet ötözni kell, és ha sikerül ezt ötözni, akkor ebből sok-sok szép győzelem születhet. A felnőtt csapatban is utánpótláskorú játékosok játszanak. Mennyire kamatozik a korosztályos meccseken az a tapasztalat, amit az amatőr NB1-ben szereznek? Maximálisan kamatozik, tehát hogy azt tudni kell, hogy itt nekünk a négy felnőtt korú játékosunk van, az összes több az utánpótlás. Tehát ezek a lányok, akik a juniorban játszanak, ez a hét játékos, az ugyanúgy utazik minden NB1-es mérkőzésre is, és ott ugyanúgy ugye szerepet vállalnak, főleg a kis emberek, mert ugye magas poszton azért több merítési lehetőségünk van, de az alsó poszti játékosokat ott több cserét kaphatnak, de a fönti emberek, tehát a mezőn játékosokat itt is sokat kell játszani. Egyértelműen látszik egyébként az utánpótlás
egyes mérkőzéseket, hogy sokkal jobban bírjuk a csapást, sokkal inkább tehát előrébben bírjuk a mérkőzéseket, tehát nem igazán okoz gondot, hogyha egy-egy mérkőzésen akár 30 perc körüli játékot is kell produkálniuk, akkor is tudnak még a végén koncentrálni, odafigyelni, akár még az utolsó pillanatokban is kosarat szerezni. Ugye egyértelműen látszik is, hogy most a 8 közé jutásért játszanak a juniorjaink, amin úgy gondolom, hogy egy ilyen kicsi egyesületnek, mint mi vagyunk, az egy óriási dolog, mert itt az önakadémiákkal veszük fel a versenyt, és olyan élvonalbeli klubokkal, akik azért sokkal régóta űzik ezt a szakmát, mint amit mi. A felnőtt csapatnak a hétvégén hazépen következik a Kecskemét, tabellán azért van különbség a két együttes között, milyen mese számítasz? Remélem, hogy itt azért könnyebb mérkőzés lesz. Reménykedem abban, hogy azok a játékosok, akik eddig többet játszottak, azok több pihenőidőt kaphatnak, főleg úgy, hogy előző nap azért egy junior mérkőzésünk is van, tehát itt azért jó lenne úgy elosztanunk a játékperceket, hogy kellőképpen játék lehetőség jusson minden játékosnak. Én úgy gondolom, hogy ez a Kecskemét hazai pályán se okozott gondot, amikor Kecskeméten voltunk. Szerintem itt idegenben végképp nem okozhatnak gondot, amikor utazni, eleve nem utazik annyi játékos, mint aki Kecskeméten játszik. Tehát én azért remélem, hogy egy ilyen laza, jó mérkőzést játszunk ki, és egy ilyen könnyed mérkőzés, az is nem kell rágörcsönjük a végén az eredményre. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!